Autóra lenne szüksége egy izomsorvadásos kislány családjának, nem ingyen kérik. Zsolnai kerámiák ajándékba, 24 tárgyal gyarapodott a Gyudi gyűjtemény. Taroltak a szarvasi vízi színpadon, a Magyar Teátrumi Társaság díját kapta a Pécsi Balett. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, szeptember 4-én csütörtökön tartsanak velünk. Újabb műtárgyakkal gyarapodott a pécsi Gyugyi gyűjtemény. Összesen 24 zsolnai kerámia tárgyat kapott a város ingyen, ajándékként a névadó gyűjtőtől. Gyugyi László gyűjteményének 600 darabja még 2010-ben került a városba. Azóta állandó kiállításon nézhetik meg az érdeklődők a zsolnai kerámiákat. Eddig 140 ezer látogatója volt a tárlatnak. Csak a gyűjtemény kiegészítéséről van szó, itt a harmadik, ami lefele van. Azokat a zsolnai alkotásokat mutatja be a 81 éves Gyugyi László, amit Pécsnek adományozott a napokban. 24 új kerámiát kapott a város az Amerikában élő műgyűjtőtől. Azt gondoltam, hogy amennyire tudom és erőm megengedi, én folytatni fogom úgy, hogy ez a gyűjtemény, ahol hiányosságot látok, vagy alkalom arra, hogy bizonyos területen fejleszem, hogy ezt megtegyem. És hát ezt remélem, hogy legalább valamennyi ideig tudom folytatni. Még 2010-ben került Gyugyi László zsolnai kerámia gyűjteményének közel 600 darabja Pécsre. Ezt gazdagítja a mostani adomány, ami nem csak tőle származik. Ez a szakértői becsés szerint több mint 70 millió forint. A műtárgyak nagy részt dr. Gyugyi László adományaiként vannak, és most már vannak a birtokainkban. Egy szereplő van még, egy pittsburghi sárközi nevezetű úr, aki egy tárgyat adományozott. A legkorábbi 1881-ből származik, a többi kerámia a szecesszió időszakából. A Zsolnai Aranykora címmel állandó kiállításon mutatják be Gyugyi László gyűjteményét 2010 óta a Zsolnai Kulturális Negyedben. A tárgyak piaci értéke akkor 2,6 millió euró volt. Amikor a gyűjtemény Pécsre került, a fele volt ajándékodási formátumban, amelyik átadásra került, fele pedig piaci értéken, tehát már 50%-át fizettük ki a tényleges árnak. De ami azóta jött, azok valóban ingyenes és ajándékodással létrejött átadások, tehát valóban ezek teljes mértékben térítésdíjmentes adományok. Az ajándékozási szerződést csütörtökön írták alá. A Gyugyi gyűjtemény zsolnai kerámiáit eddig 4 év alatt 140 ezeren látták Pécset a Kulturális Negyedben. Szeptember 1-e óta a Budapest és Pécs között közlekedő egyik Intercity járat PTE-IC néven szállítja az utasokat. A Pécsi Tudományegyetem és a MÁVSTART vasúti személyszállítási ZRT együttműködése értelmében december 13-áig viseli Magyarország első egyetemének nevét. A 11 óra 14 perckor Pécsről a fővárosba és 17 óra 45 perckor Budapestről a Baranyai megyeszékhelyre induló IC. A Pécsi Tudományegyetem a közelmúltban felmérést végzett a lakosság körében az egyetem ismertségéről. Az eredmények alapján a 3 év múlva alapításának 650. jubileumi évfordulóját ünneplő intézményt sokan ismerik, és presztízsét magasra értékelik, de az egyetem vezetői és munkatársai hisznek abban, hogy mindkét területen további fejlődés érhető el. Ennek apropóján csütörtökön több táncos flashmobot szervezett az egyetem és a Pécsi Tudományegyetem táncegyüttese a Pécsi főpályaudvaron és a keleti pályaudvaron. Szóló és közepes méretű úgynevezett MIDI buszok bérlését kezdi meg a Tükebusz ZRT pár héten belül, írja a Pécs Ma. A legöregebb ikaruszokat váltják ki korszerűbb, kényelmesebb járművekre. Hamarosan vásárlásokról is döntenek egy kedvező kamatozású 1 milliárdos hitel keretein belül. A 13 szólóbusz a meglévő városi hálózatba illeszkedik majd, és az ikaruszokat váltja ki. A közepes méretű 4-5 darab járművel a szűken vett belváros lefedettségét növelik, de akár a tetje és a mecsekoldal becsatlakoztatását is megoldhatja ezzel az önkormányzat.
Elsősorban új buszok vásárlásában érdekelt Pécs, ezért is készítették elő egy 4 milliárdos, kedvező kamatozású állami hitelfeltételét. A MIDI buszok közül egyet először kipróbálnak, és ha beválik, megrendelik a többit is. Ezek is használt, de jó állapotú járművek lesznek, és ezeket is bérli a cég. Intézmények, cégek segítségét kéri egy pécsi család. Az édesapa egyedül neveli 13 éves izomsorvadásos kislányát. Egy elektromos kerekesszéket szeretnének áron alul eladni vagy elcserélni használt autóra. A gépjármű elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a kislányt tudja szállítani az édesapja. Sziládi Dóri ismeretlen eredetű izomsorvadásban szenved. A 13 éves kislány törékeny teste csupán 11-2 kilót nyom. Édesanyja elhagyta, édesapjával él Pécsett egy kertvárosi önkormányzati lakásban, korábban pedig a Dóri ház lakója volt. Magántanuló, a 6. osztályt kezdi. Kedvencem a történelem, és azért azt szeretem, mert a régi dolgokkal foglalkozik. Dóri elárulta azt is, hogy az ókort szereti a legjobban. Görög eredetű nevének jelentése Isten ajándéka. Az orvosok 9 éves korában csupán néhány hónapot jósoltak neki. Akkor félő volt, hogy soha többé nem lehet majd lekapcsolni a lélegeztetőgépről. Ilyenkor jobb, hogyha ezeket a véleményeket elfelejti az ember. Azt mondtam, hogy műteni kell. Tehát amikor lehetőség nyílt el a transzfomára, akkor ezt választottuk, és aztán Lórika szősén sem viselte, meg úgy fejben döntött el, hogy már pedig ő maradni akar, és néhány hét után már 1-2 órára le lehetett venni a lélegeztetőgépről, aztán hosszabb időre, később egész délelőtre, délutánra, úgyhogy már és jelen pillanatban is csak éjszaka kell neki a lélegeztetőgép. Az édesapa minden vagyona ráment a kivizsgálásokra, gyógykezelésekre, sorozatos költözésekre. Az önkormányzat, a Szememfényi Alapítvány és a barátok sokat segítenek. Most is segítséget kérnek, de nem ingyen kérik. Dórinak elektromos kerekesszékét szeretnék értékesíteni áron alul, hogy egy használt autót vehessenek. Intézmények, cégek segítségét kérik ehhez. Egyelőre ugyanis nincs érdeklődő a kerekesszékre. A PSN ZRT, a Város és az Egyetem az Örökség Fesztivál Pécsi Napok programsorozat keretében szeptember 6-án nemzetközi pénzdíjas futóversenyt rendez. 16 km 635 méter szintemelkedéssel. Egy maratonnal ér fel a Misina csúcs támadás nehézségi foka, amire a hazai futóklasszisok mellett külföldről, többek között Kenyából is várják a sportolókat a szervezők. De nem csak a profik részvételére számít a város. A legkisebbek a törpefutás 1,4 kilométerén próbálhatják ki magukat 14 órától. A családokra 1,8 kilométer vár fél órával később. A nagyobbak a 4,2 kilométeres futásra nevezhetnek, amely 15 órától indul. Utóbbira várják az iskolás csoportok nevezését is. A futáson a legtöbb diákot mozgósító iskolát 100, a második helyezett 70, a harmadikat pedig 50 ezer forint értékű sportszerv vásárlási utalvánnyal díjazzák. A csúcs támadáson célba érők egyedi befutóéremmel gazdagodnak, de nem csak az abszolút győztesek, hanem a legjobb pécsi nő és férfi, a legjobb PTS versenyző és a legjobb PSN ZRT-s nevező is pénzjutalommal járó külön díjat vehet át. Vendégem a stúdióban Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT vezérigazgatója, üdvözlöm. Jó estét kívánok! Nem volt még ilyen, sosem itt Pécsett. Tulajdonképpen a csúcs támadás a csúcsa a szombati napnak, de azért kísérő rendezvények is lesznek. Hogy áll most a szervezés, mire számítanak szombaton? Most már célegyenesbe tart a szervezés. Igazából a nevezések, az online nevezések lezárultak, már csak a helyszínen lehet majd. Nagyon sok versenyzőt várunk, hiszen azért ez több rendezvény egyben, és több lehetőség van a futni szeret vagy futni vágyóknak és a futás szeretőknek, hogy megméretessék magukat. Azért jó ez az esemény szerintem, mert mindenki megtalálja a maga távolságát, ha lehet így fogalmazni. Lesz egy törpefutásunk, ahol a kisgyerekek is versenyezhetnek. Lesz egy családi futásunk, és hát a klasszikus, ami a városi futás és a városi futónapokon szokott lenni, az a 4,2 kilométeres táv, ami még úgy azért ülhető, és ennek a csúcsa, és hát a Misina csúcstámadás,
ami egy hagyományteremtő verseny lesz, és ez az első indító évadja. Rengetegen jelentkeztek már így is az összes versenyre, de a csúcstámadásra egy 500 versenyző előnevezett. Ez azt jelenti, hogy a határon túl, de Kenyából is szép számmal jönnek. Nagyon profi versenyzők, ha csak azt mondom, hogy neveket nem merek mondani, mert azt nem biztos, hogy jól fogom mondani, de Atté maraton győztes, különböző maraton győztesei eljöttek és neveztek, hiszen nagyon érdekes maga a pálya, mert ugyan 16 kilométer, de a domb, és utána végén a csúcsnak a legyőzése, és ez nem csak fölfele, hanem vissza is hozzuk őket, lesz egy fél órán belül vissza is érnek, és még lehet szurkolni nekik az utolsó nagy menet előtt. Rengeteg embert várok, és a nehézségi fokából kifolyólag ez több mint egy maratonnak felel meg, és ezért neveztek rá ilyen jó és világszínvonal is jegyzett futók. Ugye már elkészültek a pólók, és hát ugye a csúcs az a tévétorony, tehát akkor ez azt jelenti, hogy hagyományteremtő céllal lesz most ez a futóverseny. Magát a terepet, azt kitalálta ki, mert ugye nem lehet egyenes vonalban fölfutni a tévétoronyhoz. Mi kértük a szakértők véleményét, és nagyon sokat segített, azt meg kell említem, Csillag Balázs, a szekszárdi kollégám, ők rengeteg ilyen nagy futóversenyt hozzánk hasonlóan szerveznek, és egy atléta olimpikonunk volt, és ő az, aki a kollégáival végigment, és megnézték a pályát. A helyi futók is megvizsgálták, végig is futották, és emellett a pálya mellett döntöttünk. Én úgy gondolom, hogy ez siker, mert az előnevezésekből is látható, hogy milyen szép számú és milyen jól kvalifikált versenyzők fognak részt venni nálunk ezen a versenyen. És hogy ugye ne vegyük el a kedvét a pécsi, illetve az egyetemista futóknak sem, pénzdíjazás lesz, és külön díjazzák a helyeket. Így van, is, rengeteg díjunk lesz, és azért jó az esemény, mert az egyetem, az egyetemen lévő diákok eljöhetnek, lesz egy ilyen egyetemi futó táv is. Nagyon sokan, sok fiatalt várunk arra, családokat, és hát a profikat a végén. Én csak azért nem megyek a csúcstámadásra, mert szervező vagyok, de amúgy tényleg oda már egy olyan tudás kell, ami szerintem nem sok embernek van meg, de pont ezért jó, hogy mindenki megtalálhatja magának megfelelő távolságot. Mikorra érkezzenek, akik kíváncsiak a futóversenyre? Mikortól kezdődik? Én úgy gondolom, hogy maga a stáb az ilyen 8 óra körül reggel, de ez a délutáni órákban fog elindulni, és a csúcs az a délután ilyen 2 óra 30-kor fog indulni a csúcstámadás, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, nem csak futni, hanem szurkolni. A pálya mellett és az ott élőktől egy kis türelmet a lezárások miatt, részleges lezárások lesznek, szóval nem egész napos lezárások, de mindenféleképpen kis türelmet kérünk, ami eddig nagyon jól működött, és köszönjük a pécsieknek, hogy ennyire pozitívan álltak hozzá, és egy kis szurkolást, hogy jó eredmények szülessenek. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Közép-Európában nincs ilyen, hogy vannak városi futások, vannak, hogy például a kékes futás, hogy föl kell futni egy hegyre, de az, hogy a városban is, és a hegyre is föl kell futni, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez egy unikum, és esetleg majd a pécsi mintára lehetnek ilyen futóversenyek máshol is? Igen, rengeteg ilyen extrém futásról hallottunk már, de a Pécs elhelyezkedése az csodálatos város, és tényleg a adottságából, hát itt van egy nagyon szép misina tettünk, amit ki kell használni. Ráadásul itt látható a pólomon, hogy én szerintem, aki ránéz, és nem is kell elolvasnia, tudja, hogy miről van szó, és ez is egy kicsit a városnak a hírnevét viszi a világba. Várj Attilán, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is azt tudom ígérni, hogy ott leszünk, futni nem biztos, hogy fogunk, de fölvesszük az eseményt. Köszönöm szépen! A legsikeresebb vízi színházi előadás a Jó, a Rossz és a Colos című vadnyugati táncbohózat. A legjobb koreográfia díját kapta Szarvason a Pécsi Balett. A Magyar Teátrum Fesztivál évadzáró díjátadó gáláján adták át múlt héten a Magyar Teátrumi Társaság immár hagyományos szakmai díjait a vízi színpadon bemutatott előadások legjobbjainak. A produkció koreográfiájáért Vince Balázs, harangozó díjas művész, a Pécsi Balett igazgatója kapta az elismerést.
Még 2013-ban a Pécsi Nyári Színház tűzte először műsorára a Jó, a Rossz és a Colos vagy Nyugati táncbohózatot. Idén szintén láthatta a Nyári Éjszakák színházjáró közönsége. A táncbohózat olyannyira sikeres, hogy a Szarvasi Vízi Színház is beválogatta idei műsorainak sorába, mely eredményesnek bizonyult, hiszen a Magyar Teátrumi Társaság szakmai díját is odaítélték a darabnak. Nem számítottunk igazából erre a díjra, és hát ha azt gondolom, hogy akik még nyertek díjakat, komoly színészek, rendezők, társulatok, akkor azt gondolom, hogy itt természetesen itt is a hivatásos, vagy akik ugye ebből élnek, a professzionális szakemberek kapták. Amint egy 60 napos fesztiválon naponta több előadás is lemegy a színpadon, ezért különösen megtisztelő a társulat számára, hogy a sok közül éppen az ő táncbohózatok nyerte el a szakmai társaság tetszését, teszi hozzá Vince Balázs. Még pár évvel ezelőtt Vince Balázs és Vidákovics Szláven, aki a tánccal született, és a Pécsi Horváth Színház, valamint a Pécsi Nyári Színház igazgatója együtt találta ki a vadnyugati táncbohózatot egy híres film alaptörténetéből és zenéjéből kiindulva. Megkeresett engem, hogy találjunk ki valamit, és azt hiszem még a Tettye vendéglőben kezdtünk el beszélgetni, és együtt találtuk ki ezt az egészet. Az ötletet aztán együtt csináltuk meg, a librettót együtt írtuk meg, és fogalmaztuk meg a librettót, és hát közösen csináltuk. A produkcióval Eszékre, Tuzlára és még 4 horvát városba mennek turnézni, de meghívást kaptak a Zalaegerszegi és a Kaposvári Színházba is, ugyancsak a Jó, a Rossz és a Colossal. A Pécsi Nemzetiben pedig januárban, februárban láthatja a pécsi közönség. Decemberben töltené be 90. életévét Kós Lajos, az egykori Bóbita Báb együttes alapítója. Pályáját képzőművészként kezdte Budapesten, de 1961-ben Pécsre költözött, hogy a bábjáték területén is kipróbálja magát. A Báb Színház múzeumának egyik termében állandó tárlatként eddig is láthatóak voltak Kós Lajos életművének legfontosabb alkotásai. Mostantól azonban az év végéig egy újabb kiállítótérnyi anyaggal tisztelegnek, a bóbitások az alapító emlékének. A kiállítás szeptember 6-ától december 31-ig látogatható. Híradónk végén főbb témáink röviden. Autóra lenne szüksége egy izomsorvadásos kislány családjának, nem ingyen kérik. Zsolnai kerámiák ajándékba, 24 tárgyal gyarapodott a Gyudi gyűjtemény. Taroltak a Szarvasi Vízi Színpadon, a Magyar Teátrumi Társaság díját kapta a Pécsi Balett. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!